másnak alkotja a férfit és a nőt az Isten, egy testté lesznek, egymáshoz kell ragaszkodjanak. Életük kölcsönös önátadásban kell történjen, egymást ajándékozzák meg jó és rossz napokban egyaránt. Február 14-e pedig a legtöbb ember számára a szeretet, a szerelem napja, így rengetegen kedveskednek párjuknak valamilyen kisebb, nagyobb ajándékkal. Ez a Honey Box, ebben mézes kalácsok vannak, és ezek a lányoknak meglepetés, illetve ugyanilyet készítettünk a fiúknak is, ami így néz ki. Mézes kalács, kis alkohol, illetve egy kis csokoládé. De a virágok sem mentek még ki a divatból. Klasszikusan a vörös rózsa még mindig a sláger, de ez mellett már a rózsaszín virágok, illetve a tavaszi virágok is teret hódítanak. Az általunk megkérdezett pécsiek is tartják a Valentin napot. Rendesen 44 év házasság után, úgyhogy minden évben azért az asszonyra gondolok, ő meg ér rám. Azóta is forrón szeretjük béke, egymást. Béke, nyugalom, szeretet. Ennyi. Ez röviden így, ahogy a feleség mondja. Úgyhogy megünnepeljük egy kis aprósággal, meglepjük egymást, úgyhogy szépen eltelik ez is, mint minden nap. Gondolatban ünnepeljük. Az mit jelent? Nincs itthon a párom, de 6 hetes a babánk, úgyhogy üzenetben. És mit üzenne a párjának? Hogy nagyon szeretem. Ő már üzent nekem azt, hogy köszönjük szépen a kis babánkat. Sokan ezen a napon nem csak virággal, de finomságokkal is meglepik szeretteiket. Pécsen szinte minden cukrászda készült valami különlegességgel Valentin napra. Ma sok sütivel készültünk, többek között vegánokkal, mint például a vegán mánázzáherünk, illetve a vegán epres sajtot, ugye eperrel díszítettük, illetve vegán aszadgyümölcsös szív alakú islerünkkel is készültünk. De bármiből választhatnak, illetve ott még lent van egy epres vaníliás szelet, ami most direkt erre a célra készült. Rendelhetnek is esetleg, ha nem tudnak bejönni bolton keresztül, ugye ott kapnak üdvözlőkártyát is, illetve itt is kérhetnek hozzá üdvözlőkártyát. Sokan jöttek már szerencsére, sokan vittek a szerelmüknek süteményt. A Valentin nap a mai formájában az 1990-es években vált népszerűvé Magyarországon, pedig ez az ünnep már évszázadok óta létezett nálunk is, rengeteg hagyománnyal, igaz, akkor még Bálint napnak hívták.